akivel aztán bőven van miről beszélgetni. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azon gondolkodtam, hogy úgy értékeli, hogy kijelentető az, hogy rájár a rúd a Fideszre, hiszen most már Mészáros Lőrinc, még ha tagadja is, hogy neki nincs is ilyen részvénye, tehát maga az ő nevével fémjelzett alapított cég megveszi a Népszabadság kiadóját, akkor azért nagyon nehéz azt elhitetni, hogy Mészáros Lőrincnek semmi köze nincs az által alapított cég által vásárolt népszabadságos üzlethez, és azt is nehéz elhitetni, hogy Mészáros Lőrincnek meg nincs köze Orbán Viktorhoz, így nehéz elhitetni, hogy Orbán Viktornak nincs köze a Népszabadság megszüntetéséhez. Itt van Rogán Antal sajtótájékoztatója, nehéz elhinni, hogy ott ő jött ki győztesen ebből a történetből. Aztán itt van a Jobbik követelése és a mai bejelentés, hogy hát nincs is már szükség a letelepedési kötvényre. Szóval rájár a rúd a Fideszre? Rá. És szerintem azt látjuk, hogy ilyen az, amikor a migráció nagy szép leple, az nem fed el mindent. Tehát október 2-a után ebből a szempontból tényleg egy új időszámítás kezdődött a magyar politikában, mert visszatértünk oda, ahol a népszavazás bejelentése előtt tartottunk. Amikor február 23-ához tértünk vissza? Hát az előtti időszakhoz, ugye akkor volt egy olyan majdnem, hát egy ilyen szűk fél éves időszak, amikor már a 2015-ös migrációs események hatása kezdett szűnni, és a Fidesz nem talált még újat, már hogy ebben a témában hogyan tudja ezt továbbvinni, és akkor azt láttuk, ugyanezt, mint most, hogy nap-nap után jöttek elő kellemetlenebb ügyek, vagy olyanok, amelyekben nem eleve a Fidesznek lejtett a pálya, mint a menekült kérdés kapcsán. És most megint ezt látjuk október 2-a óta, hogy hát azért, hogyha megnézzük a vezető híreket, október 2-áról 3-ára szinte egy pillanat alatt eltűntek még a kormánypárti lapokból is szerintem az a dominancia, amit előtte láttunk a menekült kérdés kapcsán, és a helyét átvették más típusú ügyek. És ha más típusú ügyek vannak, akkor a Fidesznek az az ügybirtoklása, amit én kulcskérdésnek látok a magyar politika. Igen. Ez így hívja a szakirodalom, tehát azt, hogy amikor ebben az úgynevezett napirendi küzdelemben valakinek van egy saját témája, és az a saját téma az, ami a politikai feleket állásfoglalásra kényszerít, és amivel a sajtó foglalkozik. Igen, de ez az ügybirtoklás szerintem kiemelkedő jelentőségű, mert ha megnézzük az elmúlt mondjuk egy évtizedet, akkor tényleg azt lehet látni, hogy amikor valaki képes volt ügybirtokolni, akkor szinte mindig nőtt a népszerűsége, vagy legalábbis nem csökkent. De Fidesz ebben nagyon ügyes volt. Abszolút ügyes volt. Évtizedek óta. És az elmúlt fél évben szerintem olyas valamire láttunk példát, ami nagyon ritkán volt a magyar politikában, hogy egy téma, népszavazás, menekült kérdés, az ilyen elképesztő, átütő erővel tudta meghatározni a politikai napirendet. Az ellenzéki pártok sem nagyon tudtak semmi másról beszélni. De ahogy a népszavazásnak vége lett, láthatóan ez a téma háttérbe húzódott, és hát akkor előjöttek azok a témák, amelyek. Akkor most kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a ügybirtoklásnak az újabb állomása, hogy ezt visszaszerezzék. Eszembe jutott az első nagy ilyen tematizálási akciója a Fidesznek, ami szintén zseniálisan sikeres volt, ez a Kaja Ibrahim Josip Tóth nevű vagy című történet, hogy most akkor kéne választ adni, hogy ők végül is milyen minőségben és kik is ők a Fidesz életében, és egyben megfigyelték Dajcs Tamás anyukáját. Emlékszik rá, hogy vizsgálóbizottság, fekete dosszi, ott maradt, mert aerobik szövetség, aerobik edzésre kellett sietni, dosszi, ott maradt az asztal, eszméletlen történetek voltak, de ez már tényleg a történelem és a múlt. Most itt van a legutolsó, egy ilyen másik fajta történet, azért február 23-a, azért mondtam, hogy ehhez a naphoz tértünk vissza, amikor is kopasz fiatal emberek meggátolták a szocialistákat a népszavazási kérdés beadásában, 24-én pedig a miniszterelnök bejelentette a veszedelmet és a népszavazást ezzel kapcsolatban. De nem hiszem el, hogy most pusztán az alkotmánymódosítás át tudja venni ennek a helyét, mert ez most kevés lesz, mint ügybirtoklás vagy tematizálás. Tehát valamit ki kell találni a Fidesznek a folytatáshoz, nem? Hát az alkotmánymódosítás egy utójáték lett volna, szerintem a Fidesz forgatókönyvében egy szép lezárása ennek a történetnek, amivel még azért egy hónapig ki lehetett volna húzni ezt a témát. Az, hogy a Jobbik ezen fordítani tudott, és ilyen kis ügybirtokosként megjelent a letelepedési kötvényeknek a középpontba állításával, az egy kicsit elrontotta ezt a játékot, és szerintem emiatt kétségtelenül problémákat is okozott a fideszes tervezésben, de azt hiszem, hogy ezt a képességét a Fidesz nem veszítette el örökre. Bocsánat, nem tudom, hogy látod, hogy a problémákat okozott erről, ha már ügybirtoklás és egyéb kommunikációs fegyvertárnál járunk. Ez a kicsit bele
piszkította menetrendbe, mondjuk azt akkor a Fidesz menetrendjébe a Jobbik. Nem tudom, hogy ma láttál már az újabb, most már nem szerelmi történetet a Jobbik frakcióvezetője, hanem már háromszög van a Jobbikon belül, sőt, effektíve az lett leírva, hogy a Jobbik az egy tesztoszteron párt. És azért ezen már nem lehet nem mosolyogni, hogy a mai napon már ezt is megkapták, mert hogy szerintem nagyon keresztül húzták a Fidesz számítását. Tehát egyrészt szerintem ez a jobboldali médiabirodalom, vagy fideszes médiabirodalom nagyon hatékonyan teszi a dolgát abban az értelemben, hogy a központi üzenetek nagyon gyorsan és hihetetlen hatékonysággal mennek át. Azon érdemes gondolkodni, hogy a Fidesznek tényleg ez az érdeke, tehát hogy ez a politikai stratégia, amely most a Jobbikot jelöli ki első számú ellenfélnek, ez tényleg hatékony-e, vagy hatásos-e? Ön szerint az, tehát hogyha arról szólnak a hírek, hogy most ki fickós a Jobbikba, az egyébként kit érdekel? Sokakat érdekel szerintem. Komolyan? Hát igen, tehát a hírek nem csak erről szólnak, hanem sok mindenről szólnak, Vona Gábor különböző kapcsolatairól, most nem magánéleti kapcsolatairól, hanem politikai kapcsolatairól, a mostani terrorügyekben is a Jobbikot megpróbálják összefüggésbe hozni, tehát a Jobbikról megpróbálják leszedni a keresztüzet. A kérdés csak az, hogy egy olyan helyzetben, amikor a Jobbiknak a politikai stratégiája láthatóan az, hogy megpróbálja úgynevezett nem fideszes szavazókat egybeterelni, hogy a baloldal gyengélkedése mellett abban az a reménnyel is lép fel szerintem ezekben az ügyekben, erről szólt szerintem a Vona Orbán találkozó is részben, hogy ő az, aki Orbán Viktornak, ahogy Vona Gábor fogalmazott, fejtörést tud okozni. Tehát bizonyos értelemben a baloldali szavazóknak ez egy üzenet, hogy ha a baloldalon elégedetlenek vagytok, mert szerencsétlenkednek, nem tudnak megállapodni, akkor itt van egy tökös legény, akire lehet szavazni. Erről szól az üzenet. Most ezt szerintem, hogyha a Fidesz halálba támadja a Jobbikot, akkor csak erősíti a Jobbik üzenetét. Tehát, hogy a Fidesz próbálja ezt a centrális erőteret megtartani. Tehát minél jobban szembe kerül a Jobbik a Fidesszel, annál szimpatikusabbá válhat középen, és nem a szélen, számtalan. Igen, és ráadásul a Fidesznek ezt a szerintem kontraproduktív stratégiáját ugye tovább erősítik azok a baloldali véleményvezérek, akik meg elkezdtek arról beszélni, hogy a Jobbikkal való együttműködés is lehetséges, ugye hallottunk ilyen mondatot, hogy akár a Jobbikra is lehet szavazni. Tehát miközben a baloldali politikai elitnek az lenne szerintem a célszerű, hogyha megpróbálná ezeket a hidakat nem felépíteni, sőt, lezárni az átjárás lehetőséget. Közben a Fidesz is, mintha azon kezdene dolgozni, meg baloldali értelmiség egy része sem veszi szerintem észre ezt, hogy ez a Jobbik megerősödésének irányába vezethet. Úgyhogy persze tudom, hogy a Fidesznek nem könnyű a dolga, most nem akarom sajnálni őket, de van egy konstrukció, ez a centrális erőtér, aminek ugye az a lényege, hogy a baloldalt meg a Jobbikot nagyjából hasonló mennyiségben vagy mértékben tartsa, és az egyik elkezd erősödni, akkor őt támadják, hogy vissza csökkenjen a másiknak a szintjére, csak nem tudom, hogy meddig tartható ez a konstrukció. Különösen... Hát attól függ, hogy mivel. Tehát én változatlan azt gondolom, hogy az azért elég kontraproduktív, hogyha ha valakire lesifotósokat küldök, és azzal próbálom támadni, hogy ő most bement a bokorba valakivel, aztán a mai napon a folytatás, hogy szerelmi háromszög a Jobbikba. Tehát ez már azért ez a politikának egy egészen alacsony szintje, nem? De azért ne felejtsük azt el, hogy 2016 októberének a dramaturgiája a Fidesz szempontjából radikálisan eltér az elmúlt 6 évtől. 16 októberében két olyan dolog történt, ami nem történt korábban. Ugye volt egy olyan népszavazás, ami nem minden tekintetben a Fidesz számításai szerint ért véget. Most nem menjünk abba bele, hogy ez mekkora siker volt, nem volt siker, de kétségtelen tény, hogy nem minden úgy történt, hogy a Fidesz eltervezte. Érvénytelen népszavazásról beszélünk. Amiről persze el lehet mondani az éremnek a másik oldalát is, hogy nagyon sokan szavaztak a Fidesz álláspontja mellett, de nem tudta maximalizálni azt, amit szeretett volna, egy érvényes, nagy többséggel megtámogatott népszavazást, tehát magyarázkodnia kellett. Másrészt szerintem az Orbán Vona találkozó volt az első olyan ellenzéki akció az elmúlt 6 évben, ami azért sok mindent elmond az ellenzékről is, hogy ez az első olyan, amiben sarokba tudta valamennyire szorítani egy ellenzéki politikus a Fidesz elnökét. Tehát ez bizonyos értelemben szerintem egy támadás, egy kihívás a Fidesz számára. Van egy harmadik is, az október 23-ai fütty, ebben sem volt. Igen, még így része. Van, így van, igazán van, az október 23-a is. És a Fidesznek a stratégiája, vagy a inkább azt mondanám, hogy a taktikai lépése ilyenkor mindig az atombomba elővétele szokott lenni. Tehát a Fidesz kihívás éri, vagy támadás éri, akkor ők atombombával szoktak válaszolni ezekre. Akkor várható a napokban valami atombomba? Szerintem zajlik, hát ez zajlik. Ez nekem még a
piti, tehát összesen ennyit láttam, mondom, a szerelmi háromszöget, vagy mi van? Tehát ön... hát azért a jobboldali sajtóban szerintem nagyon komoly ösztűz alá vették most azt a szereplőt, akit éppen veszélyesebbnek gondolnak, a Jobbikot. Csak az a kérdés, mondom, hogy ez az egyébként szerintem zsigeri reakció, vagy rutin reakció, ez tényleg árt-e a Jobbiknak, nem éppen inkább használ. Hát a szocik esetében az atombombát ilyenkor már vezetőszáról vittek el valakit. Hát kétségtelen, de azért lehet, hogy könnyebben lehetett a szocialista párt kapcsán ezeket az eszközöket érvényesíteni. Hát biztos, hogy ebben is lehet igazság, de azért gondolom mondjuk a kém történetre, meg az ügyeknek aztán a 3-4-5 vagy akár 6 év múlva befejeződött a végére, amikor bizonyítottság bűncselekmény hiányában kergettek mindenkit haza a bíróságról, miközben tényleg úgy indult, hogy az országa ellen kémkedtek itten szervezetten emberek, és vezetőszáron vitték be a bíróságra, aztán már onnan gyalog mentek haza. Én nem tartom kizártnak, hogy hát van még másfél év a választások, igen. Ja, hogy még látunk ilyet is. Igen, hogy látunk még ilyeneket, igen. Ami a tematikát illeti, tehát most az ellenfélnek, vagy az éppen erősödőnek a támadás és az atombomba elméletet, azt értem, megértettük, de ami a közélet tematizálását illeti, mi jöhet még? Most 2018-ig a menekültekkel való riogatásból nem lehet megélni, az már biztos. Szerintem ennek nagyon hosszú lesz az árnyéka, vagy nagyon messzire fog nyúlni. Azért ez a 2015 tavaszától számított időszak, ami mondjuk 2016 tavaszáig, őszéig tart, tehát ez másfél év, amiben a migráció volt a vezető téma, ráadásul egy olyan vezető téma, ami úgynevezett vacsoraasztal téma, tehát szerintem minden emberhez eljutott, mindenkinek lett valamilyen véleménye, annak azért az árnyéka nagyon hosszúra fog nyúlni, tehát bőven kitart 2018-ig hivatkozási alapként. Hát hivatkozási alapként igen, de ami az elején még mondjuk lehet, hogy politikai szempontból jó érzékel, a miniszterelnök már rátapintott a Charlie Hebdo tragédia utáni nagy felvonuláson, megemlékezésen és az utáni kijelentésével, hogy itt ez nem fog megállni ennyivel, és itt komoly veszély fenyegeti a világot, ami veszélyt egyébként belpolitikai szempontból is meg lehet egy kicsit ragadni és dolgolni. Na de ezt leszámítva, hogy ez most akkor politikai megérzés, vagy sok, vagy nem tudom mi volt, utána azért konkrét látható jelei voltak a menekültválságnak Magyarországon, 2015 nyarán és őszén, a keleti pályaudvon, a Röszkei határnál, de ez most már nincs. Ebben az értelemben persze, tehát megy ki a hatás, ez látszik, és ahhoz, hogy ez fennmaradjon ilyen intenzitással, valószínűséggel újabb komoly problémaként kellene megjelenni a magyar közvéleményben. Hogy lássunk menekültet. De erre szerintem lehet építeni narratívát, és most azért a végig gondolja, hogy milyen narratívák vannak az emberek fejében, akkor nagyjából szerintem két dolog esélyes. Az egyik a Fidesz állítása az, hogy megvédték az országot, a másik meg az ellenzék állítása, hogy szétlopták az országot. Nagyjából ez a kettő, mintha minden egyes ügy ezekre lenne valahogy felhúzható. Ez a kettő akár együtt is mehet, nem? Megvédték és szétlopták? Hát egyszerre. Uh-huh. Tehát védem, de közben egyébként lopom. Kétségtelen, bár az azért azt gondolom, hogy inkább a második hozzá közelebb, tehát hogyha most ezt az értelmezést nézzük. Ugyanakkor valami igazság van, amit ön mond, hiszen a fideszes szavazók egy jelentős része is korruptnak gondolja a Fideszt, és mégis azt gondolja, hogy ennek ellenére több a haszna. Tudja, a korrupciós ügyek, vagy akár a Népszabadság eladása, elhallgattatása, aztán ki tudja, hogy ki az, aki még felkészül tényleg Népszavával, mi lesz és mi lesz a Borssal, és még nincs vége az évnek. Tehát, hogy ezeket az ügyeket most már a menekült válság kapcsán ez a bizonyos árnyék, tehát hivatkozási alap, amit ön mondott, tehát az árnyék már nem lesz annyira erős, hogy az ilyen súlyú ügyeket eltakarja. Jó, szerintem egy kicsit érdemes ezt óvatosabban, én is ilyeneket mondtam az év elején, és aztán azért az egész népszavazási kampányban semmi más nem látszódott. Tehát itt egy olyan, de most már nem lehet még egy kampányt tartani. Ki tudja, mit lehet még tartani. Tehát sok minden... Még egy népszavazás? Nem, de biztos, hogy ki lehet találni valamit. Konfliktusba lehet kerülni nagyon erőteljesen, amiben az országot védjük Brüsszellel még. Ennek szerintem lehetnek fokozatai. Én nem úgy ismertem meg a fideszes stratégákat, politikusokat, mint akiknek ne lenne erre vonatkozóan nagyon konkrét terve, hogy mit fognak csinálni a következő másfél évben. Tehát szerintem arra várni, hogy a Fidesz majd passzív lesz a következő másfél évben, és majd szép lassan amortizálódik a támogatottsága. Mert egyébként ez történne abban az esetben,
ha ők az ügybirtoklásban nem lépnének, ezt láttuk minden egyes alkalommal, akkor, amikor képtelenek voltak a saját ügyeikkel napirendre kerülni, ez volt 14-ben a választások után egy elég hosszú ideig, meg ez volt 15 elején is, de nem hiszem, hogy ez lenne a Fidesz terve. Nagy valószínűséggel érdemes számítani arra, hogy ők kísérletet fognak tenni arra, hogy az, amivel eltelt ez a 3 év eddig, a megvédjük az országot kerettel, az újabb érveket kapjon. Egyébként azért az valamennyire érdekes, hogy mennyire eltér ez a ciklus az előző fideszes ciklustól. Tehát még azért ott nagyon komoly átalakítások történtek, ezek persze vitathatóak, de mégiscsak alkotmányozás, intézményi átalakulások, gazdasági változások. Hát, most semmi nem Orbán történt. Ez most a konszolidáció, meg kompromisszum időszaka. Hát azt hiszem ez két olyan szó, ami biztos, hogy nem jellemző a Fidesz kormányzása. Ah, jó, nem én találtam ki. Népszabadság. Öntől még nem kérdezhettem, hiszen azt megelőzően beszéltünk, ugye, hogy a Népszabadságot megszüntettek, vagy elhallgattatták volna. Akkor azt mondom, hogy számtalan vendégemtől az elmúlt napokban azt kérdeztem, hogy nem óriási rizikó a Fidesznek felvállalnia azt, hogyha egyszer csak jön egy ember és azt mondja, na jó, hát akkor megvenném én itt a részvények 100%-et, majd én megmentem a Népszabadságot, vagy elhallgatatom örökre, akkor nem lehetne továbbiakban tagadni azt, hogy a Fidesznek nem volt köze az elhallgattatásához. Én megmondom őszintén, arra tippeltem volna, hogy ezt nem merik meglépni, hogy egy Mészáros Lőrinc lép majd színre, mert hogy akkora a felháborodás, hogy ezt nem lehet politikai bevállalni. Aztán mégis, nem túl nagy ár ez. Szerintem fontos azt, tehát most mielőtt ítélkezni kezdenénk, az fontos látni, hogy megértsük, hogy miről szól a történet, hogy a magyar politikai elitben, de különösen a Fidesz vezérkarában a média az alapvetően politikai fegyver. Tehát ők a médiát azt a politika részének képzelik el bizonyos értelemben meghosszabbított karjaként, ami vagy árt, vagy használ. Ezért ebből az következik, hogy számukra tulajdonképpen azt gondolom, hogy minden kockázatot érdemes vállalni, ami az ártalmas hangokat elhallgatja, és a hasznos hangokat megerősíti. Ráadásul az ő alapélményük az, hogy ők vannak hátrányban. Hogy az egész fideszes genezis innen indul, 90-es évek, a baloldali média túlsúlya, amikor a Fidesznek nincsenek fórumai. A Fidesz valóban a 90-es években nagyjából olyan helyzetben volt, mint ma a Jobbik, aminek nincsenek igazán médiumai, alig tud megszólalni, a saját üzeneteit nem tudja eljutatni, ha be tud kerülni a mainstream médiába. Tehát ki van szolgáltatva a média? A Fidesz alapélménye ez volt, ők úgy érzik, hogy mindent meg kell tenniük ahhoz, hogy azért, hogy ha már nem is a média egyensúly visszaállításáról, hanem hogy hosszú távon egy működőképes rendszert állítsanak fel, hiszen nem szabad elfelejtenünk ebben a G-napnak a hatását. A G-nap az óriási veszteséget okozott ebben a folyamatban a Fidesz számára, ami után egy nagyon lázas... Ott borult meg. Ami után egy nagyon lázas építkezés kezdődött, és egy teljesen új média koncepció. Tehát a Magyar Nemzet, Lánchíd Rádió, Hír TV is azért egy falangszerű mozgásban működött, de amit most látunk a Habony Árpád nevével fémjelzett médiacsoportoknál, az szerintem tényleg olyan, mintha egy politikai fegyvert látnánk, ami eldördül, hogyha szeretné meghúzni a gazdája, és mindig, mindenhol ugyanolyan hatékonysággal működik. Most más kérdés, hogy persze ez mennyire kontraproduktív, vagy mennyire hatásos, vagy mennyire kontraproduktív, ezen majd lehet vitatkozni. Nem lehet, hogy inkább megfélemlítés és üzenet a sajtómunkatársainak, hogy akkor teszem ezt veletek, amikor csak akarom. Nem nagyon látnám ennek értelmét, mert a sajtómunkatársai közül kiket érdemes megfélemlíteni. Tehát a Fidesz gondolkodása ez nem így néz ki. A Fidesz gondolkodása szerintem a média tekintetében bináris. Velünk vannak, ellenünk vannak. Nincs köztes tér. Akik velünk vannak, azok úgyis velünk vannak, azokat nem kell megfélemlíteni, mert nekik mi parancsolunk, akik ellenünk vannak, azok meg úgyis gonoszak, és mindent meg fognak tenni, hogy ártsanak. Tehát velük nincs dolgunk. Ha tudjuk, megvásároljuk őket, és kidobjuk őket. Ennyi. Tehát szerintem ez a Fidesz gondolkodása, és ezért nevetséges az az érvelés, vagy tartatatlan szerintem, hogy itt bármilyen üzleti szempont felmerülne. Minden ilyen média vásárlásnál, még hogyha az egy üzleti tranzakció is, alapvetően szerintem egy politikai logika mozgatja a szereplőket. Hát szerintem ezt nem nehéz kitalálni, és ráadásul az a magyarázat, hogy gazdasági okai vannak a szombat reggel 8:45-kor megszüntetésnek, azért az első perctől kezdve több, mint gyanús volt. De ebbe a képbe beleillik az, hogy
hogy igaz, hogy majd kisebb példányszámmal, meg veszteségesen, de mindegy, itt vannak az állami cégek, majd ontják a hirdetést bele, de akkor támasszuk fel a Népszabadságot, és csináljunk olyat, ami mi szájunk íze szerint való, vagy pedig bőven elegendő az, hogy volt, nincs, és nincs vele gond. Én a másodikra tippelnék inkább, tehát szerintem sok haszna nem lenne. Lett volna egyébként alternatív koncepció, tehát ha a Fidesz másmilyen logikával gondolkodna, akkor szerintem a finom átalakítás is szóba jöhetett volna, tehát attól még szerintem a tulajdonlását a Fidesz megszerezhette volna a MediaVerse csoportnak, hogy közben, hogy közben nem azonnal állítja át. Azért láttunk erre példát, mondjuk meggondoljuk, hogy Simicska Lajos média orgánumai milyen finom módon álltak át, egyértelmű volt az irány, de azért mégsem radikális módon tette ezt mondjuk meg a Magyar Nemzet, nem egyik napról a másikra, hanem azért egy lassú átpozicionálással, ami alkalmat adott arra is, hogy a régi olvasóinak egy részét megtartsa. A Fidesz azonban nem így szokott eljárni, tehát ők tényleg baltával olvasnak könyvet, szóval, hogy az ilyen változtatásokat nem ez a finom, a prolékos kimunkált módon, a manipulációnak nem ismerik a finom formáját, hanem ezt az erőteljes, radikális módját látják. Ezt baltával olvasnak könyvet, ezt még így nem hallottam. Lehet, hogy rossz metaforát használtam, de most ez a kép. Nem, próbáljuk, de ez nem lehet véletlen. Tehát, hogyha valaki baltával olvas, mi a célja? Tehát a könyv felaprítása, és mondjuk hideg téli nap van, nem? Tehát, hogy ez szerintem sokkal súlyosabb mindennél, mint amire gondolt, hogy mire mondja ez hasonlatot, akire ilyet mondunk, aznak gyakorlatilag semmi köze nincs a betűkhöz és annak befogadásához. Mert hogy ez a dolog ugye nem is erről szól. Ez egy politikai fegyver, ez a lényeg szerintem. Köszönöm szépen, hogy elmondta mindezt.